Eddig is nagy sikere volt a Heti Vita című műsorunknak, de azt gondolom, hogy ez a mai vita még ebből a sorból is majd ki fog emelkedni, két okból is kifolyólag. Egyrésztről olyan fiatalokat ültetünk most össze vitatkozni, akik már most egyébként a 20-as éveik elején meghatározó politikaformáló szereppel bírnak a saját közegükön belül, és éppen ezért azt gondolom, hogy fontos figyelni arra, hogy mit gondolnak ők az éppen aktuális közéleti jelenségeinkről. De fontos azért is, mert egyébként Magyarországon a vita és így általában a politizálás még mindig egy szélsőségesen férfiak által dominált térfél, most viszont két nő fog majd vitatkozni, mégpedig az isztambuli egyezmény kapcsán gyakorolt kormányzati álláspontot fogják majd megítélni, illetve megvitatni. Be is mutatnám akkor a vitának a tagjait. Itt van velünk Vince Emilia, aki a Fidelitas tagja, illetve a Pesti Srácok bloggere, újságírója. Szervusz, Emilia! Szervusztok! És itt van velünk Schulz Nóra, aki a Szabad Budapest nevű aktivista kollektíva egyik alapítója, tagja, illetve a Cambridge Egyetem politológia hallgatója. Sziasztok! Szervusz, Nóra. Jó, először is nézzük, hogy pontosan mi is az isztambuli egyezmény. Ugye ez az Európa Tanács 2011-ben létrejött egyezménye a nők ellen és a családon belüli erőszak megelőzéséről és felszámolásáról szól. Egy átfogó áldozatvédelmi stratégiát és külföldön már bevált jó gyakorlatokat tartalmaz, amelyek segítségével a családon belüli erőszak miatt bekövetkező halálesetek száma jelentősen csökkenthető lenne. A spanyolországi áldozatvédelmi gyakorlatot követve az évente megölt nők száma 16, a német gyakorlatot követve talán 18, de legalábbis erről szólnak a számolások, amit a nőszervezetek, magyarországi nőszervezetek még 2012-ben közöltek. Az egyezmény egyik legfontosabb előírása, hogy az áldozatokkal kapcsolatban lévő hatósági személyek, rendőrök, ügyészek, bírók, gyermekvédelmi munkatársak számára képzéseket kell biztosítani a családon belüli erőszak felismerésével és kezelésével kapcsolatban. Ennek segítségével mérsékelni lehetne a segítséget kérő bántalmazott nők által jelenleg gyakran tapasztalt lekezelő bánásmódot, nem törődömséget, áldozathibáztatást és a gyerekük elvételével való fenyegetőzést. Az egyezmény az áldozat biztonságát állítja középpontba, és arra is kitér, hogy az eljárás megindulása, illetve az áldozatnak nyújtott segítség nem függhet az áldozat feljelentésétől. Az egyezmény előírja a megfelelő számú és elhelyezkedési menedék helyet az áldozatok számára. Jelenleg a szükséges férője kb. 10%-a áll rendelkezésre, azok is nem megfelelő területi megosztással, valamint a távoltartás hatékony betartatását is elővezeti vagy bevezeti. Az egyezmény kitér a megelőzés fontosságára, és elismeri, hogy a nők elleni erőszak a nemek társadalmi helyzetének különbségeiből és a hierarchikus nemi szerep elvárásokból fakad. A nemek tényleges társadalmi egyenlősége az, amit az egyezmény előmozdítani szeretne. És akkor ezzel kapcsolatban nézzük meg, hogy pontosan milyen álláspontot képviseltek, mit gondoltok magáról az egyezményről. Elsőként hallgassuk meg Emiliát. Rendben, köszönöm szépen. Mielőtt kitérnék azokra a szempontokra, amiket biztosan ti is hallottatok, hogy például a kormány szokott vele élni, ez a gender ideológia, valamint a bújtatott menedékszál a háttérben. Egy kicsit másik szempontból közelíteném meg a dolgot. Ugye ez egy nemzetközi egyezmény, és hogyha én azt mondom, hogy nekem van egy nemzeti konzervatív nézetem, akkor megkérdőjeleződik bennem az, hogy miért kell erről a nők egyenjogúságára egy nemzetközi egyezmény alapján beszélni. Miért nem lehet ez tagállamon belül nemzeti módszerekkel lebonyolítani, ahogy ez történt is a 2012-ben a BTK-ba ugye bekerült a kapcsolati erőszaknak a fogalma és az ezáltal létrehozott törvénykezések, és én egyértelműen ezt hoznám fel egyik érvként, hogy nem látom relevanciáját annak, hogy nemzetközi egyezményi szinten tárgyaljunk a nők elleni erőszakról, mert meg lehet ezt tenni tagállami szinten is. Elég, ha csak kitekintünk arra, hogy mikor szoktunk nemzetközi egyezményeket használni, általában mondjuk háborús békeszerződéseknél, vagy bármilyen egyéb ilyen hadi háború szerződéseknél, valamint például a nemzeti határokon átívelő űrjog témakörében. Én azt látom, ezt látom talán a legfontosabb érvnek, hogy nem látom relevanciáját annak, hogy miért kell nemzetközi szinten előírni valamit egy nemzetállam számára. Köszi szépen. Nóra? Majd mindjárt ezekre is próbálok reagálni, de összességében szerintem az isztambuli egyezmény még így a nemzetközi egyezmények közül egy olyan, ami igazán méltányolható és gyakorlati következmények, mely is méltányolhatóak lennének. Nem hiszem, hogy itt a
az ideológiai tartalom lenne az, amitől tartani kellene, itt alapvetően áldozatvédelmi intézmények létrehozásáról, több támogatásról a nőkkel foglalkozó civil szervezetek számára, ezek szerintem igazán méltányolhatóak, és a nemzeti szuverenitásban nem teljesen látom, hogy hogyan avatkoznak bele, attól függetlenül, hogy azt az érvrendszert értem, és világos, hogy egyébként a nemzetközi intézmények ebből a szempontból kritizálhatóak. A másik pedig, ami szerintem fontos szinte az isztambuli egyezménnyel kapcsolatban, hogy ugye a kormány eredetileg ezt aláírta, tehát hogy itt szerintem ebből a szempontból arról lesz majd érdemes beszélni, hogy mi történt az aláírás és a 2017-ben elindult ilyen gender ideológiázás kapcsán, amikor elkezdett világossá válni, hogy a Fidesz mégsem tartja ezt fontosnak a ratifikációt. Úgyhogy szerintem ez még ez a politikai szál egy fontos szempont, és szerintem majd erről beszélünk meg. Azt szeretném igazából, hogyha most arra reagálnátok, vagy igazából azt mondanátok ki, hogy mit gondoltok arról, hogy a kormánypártok leszavazták ennek a ratifikálását, ugye erre korábban egyébként elkötelezték magukat 2014-ben. Ugye először Emilia, azt szeretném, hogyha elmondanád, hogy szerinted miért változtatott meg az álláspontja a kormányzatnak, mivel lehet védeni azt, hogy egyszer már elköteleződött a ratifikáció mellett, de most legutóbb kitáncolta mögül. Érdekes szerintem azért megállapítani, nem tudjuk, hogy mi zajlik a kormánynak a fejében pontosan. Talán a csütörtöki kormányinforrá kérdezte Gulyás Gergely miniszter úrnál, hogy miért írta alá akkor a kormány, hogyha utána kihátrált mögőre, és akkor azt mondta, hogy a kormány is tud rossz döntéseket hozni, és előfordul az, hogy hibás döntést hoz. Én ennek tudnám be, nem véletlenül nem ratifikálták után, az aláírás utáni. Azt hiszem, hogy talán már 2014-ben nyújtottak be olyan javaslatot a parlamentbe ellenzéki képviselők, hogy ratifikálják az isztambuli egyezményt, és már akkor elutasította a kormány, vagy legalábbis a parlament elutasította, és egy munkacsoportot hozott létre, ami utána ezt vizsgálta, és aztán ebbe igaza volt Nórának, hogy 2017 környékén jelentek meg az első ilyen jelentések, amik kiemelték például a gender szemléletnek a károsságát és a káros hatásait. Ugyan a kérdés szól hozzád is, Nóra, hogy szerinted mi lehetett a változás oka, illetve miért tartott ennyi ideig igazából kimondani ezt a nemet, hogyha egyébként nagyjából az aláírás után ez már teljesen egyértelmű volt a kormánypártok részéről, hogy úgysem fogják tudni majd, vagy úgysem fogják majd ratifikálni, miért kellett közel 6 évet várni, amíg ez a nem megszületett a részükről? Hát szerintem eredetileg nem volt egyértelmű, hogy a ratifikálás nem fog megtörténni. Hát egy darabig igazából Dúró Dóra volt a legnagyobb kritikusa az isztambuli egyezménynek, majd szerint sérelmezte, hogy az abortusz nincs, mint családon belül erőszak elismerve, és ezt egyébként miközben ez egy jobbikos téma volt, aközben úgy tűnt, hogy a Fidesz mégiscsak ratifikálni fogja. Szerintem ezután később 2017-ben a váltás összefügg azzal, hogy bizonyos szempontból a Fidesz szerintem rákapcsolt a különböző ilyen kulturális témákra az ellenségképzés kapcsán. Ilyen szempontból szerintem a gender ideológia hasonló szerepet tölt be, mint Soros, az EU, és szerintem ebben volt egy ilyen, hát igazából én ezt egy ilyen propagandisztikus, kultúrharcos narratívának látom. Főleg azért, mert a gender fogalom, amit használ az isztambuli egyezmény, az nem az a gender fogalom, amit egyébként én is nagyon fontosnak tartom, hogy kritizáljunk, ami ugye a belső identitás lenne, tehát hogy a gender, mint valami, amivel én azonosítom önmagamat. Az isztambuli egyezmény nem ezt a hát igazából bizonyos szempontból neoliberálisnak nevezhető gender fogalmat használja, hanem egy sokkal hagyományosabb feminista gender fogalmat, miszerint a gender a társadalmi nemi szerepeket jelenti, amik hierarchikusan átszövik a társadalmunkat, mely szerint a nőket gyengeséggel, alárendeléssel, de egyébként akár a különböző ilyen szépséggel, férfiaknak való megfeleléssel azonosítjuk, a férfiakat pedig egy ilyen asszertív, sokkal képességesebb, és alapvetően ilyen uralkodó szerepekkel azonosítjuk. Tehát szerintem az isztambuli egyezményt, amikor a gender ideológiával azonosítják, akkor azért is van bennem egy ilyen kicsit ilyen cinizmus, mert a gender ideológiát, amint az egyéni identitásokról beszélünk, én is kritizálandónak tartanám, és olyasminek, amit nem szeretnék látni egyébként, akár a magyar jogrendben sem, de a gender, amint az isztambuli egyezményben szerepel, szerintem sokkal méltányolhatóbb definíció.
Na akkor erre kérlek, hogy reagáljál, Emilia. Miben tér el mondjuk a te vagy a kormánypártoknak a kritikája a genderrel szemben attól, amit mondjuk most Nóra ismertetett? Talán a legmarkánsabb az, és ezt te is kicsit így pedzegetted, hogy nem lehet egyértelműen definiálni. Szerintem akár egy államberendezkedés, vagy egy átlagember is szeret szabályok szerint gondolkozni egyértelmű mondatokban, meg egyértelmű szabályokban. És amikor behozunk olyan fogalmakat, amiknek nincsen pontos definíciója, vagy legalábbis egy nagyon tág értelemben értelmezhető, akkor az olyan bizonytalanságokat is, akár jogi kiskapukat szülhet, ami utána bizonytalanná teszi akár az egész törvénynek a létét is. Ugye az egyik főérv az volt a társadalmi nemek ellen, most jelentse ez bármelyik gender értelmezést is, hogy az alaptörvénnyel ellentétes fogalmat hozna be, mert mi teremtett nemben, meg biológiai nemben gondolkozunk, tehát hogy ez van egy bináris rendszer, van a férfi, meg van a nő, és akkor ezt haladná meg, vagy legalábbis nyitna egy kis kaput a meghaladás irányába ez a fogalmi hálózat. Ugye pont azt mondják a veletek szemben kritikusak, hogy nem, és a Nóra is erre utalt, hogyha jól értem, de szeretném, hogyha reagálnál rá. Tehát, hogy miben tér el, vagy pontosan miben nem tér el a társadalmi nem fogalma attól, amit most Emilia ismertetett, Nóra? Hát hogy két nem létezik, ezt az isztambuli egyezmény is így tartja például. Tehát, hogy az isztambuli egyezmény is alapvetően a társadalmi nemet úgy értelmezi, mint férfiak és nők, ami a társadalmi nem, mint a biológiai nemben alapuló társadalmi rendszer. Tehát, hogy alapvetően nincsen tagadása a biológiai nemi valóságnak, nincsen tagadása annak, hogy két nem alkotja a társadalmat az isztambuli egyezményben. Én értem, hogy vannak, akik azt gondolják, hogy sok nem van meg, bármi, aminek gondolják maguk az emberek, ebben szerintem az Emiliával valószínűleg egyetértünk egyébként, hogy ez kritizálandó, de hogy én pont ezt szeretném mondani, hogy valamennyire egy ilyen inkonzisztenciát látok abban, hogy a Fidesz pont itt húzza elő a gender ideológiát, ahol egyébként nem erről a fajta ilyen belső identitásra alapuló genderről van szó, hanem arról, hogy férfiak és nők vannak, és köztük egyenlőtlenség, és köztük bizonyos mintázatú erőszak jön létre. Tehát szerintem ebből a szempontból megint csak azt tudom mondani, hogy nem kell félni az Isztambul Egyezménytől, ez nem vezet egyébként a queer identitások elfogadásához, nem vezet a transzneműség jogi, nem tudom, szabályozásának bizonyos megváltoztatásához, tehát hogy erről nem szól az isztambuli egyezmény. Azt értem, hogy vannak, akik ezzel kapcsolatban is szeretnének változásokat látni, de ez nem az isztambuli egyezmény fog elhozni. Egy pillanatra miatt, vagy ha akarsz reagálni, Emily, akkor reagálj rá. Nem, nyugodtan mondjad csak, Marci. Hogy egy pillanatra, ezt kérlek, hogy bontsuk ki a nézőink számára, nem biztos, hogy mindenki érti, hogy pontosan miről beszélünk. Tehát mit jelent ez a bináris nem, vagy non-bináris nem? Tehát egyáltalán mit tudtok mondani azoknak a nézőinknek, akik egyébként azt mondják, hogy ők a saját nemi identitásuk alapján nem tudják bekategorizálni magukat ezekbe a nemi kategóriákba, férfiként vagy nőként, nem tudják magukat beazonosítani. Hogyan nem transzfób beszéd az, amikor arról beszélünk, hogy alapvetően csak két biológiai nem, vagy az Emily esetében csak két teremtett nem létezik. Szeretném, hogyha erre mindketten reagálnátok. Elsőként Nóra. Igen, hát ez egy gyakori vád a transzfóbia egyébként a radikális feminista, vagy a ilyen hagyományos feminista értelmezésekkel szemben. Azt hiszem erre így azt lehet mondani, hogy amikor arról beszélünk, hogy van egy patriarchális berendezkedés, akkor azt gondoljuk, hogy a társadalmi realitás, és az nagyon sok mindent meghatároz. Tehát, hogy bizonyos számomból nem lehet kiidentifikálni a társadalmi rendből, ez azt hiszem egy ilyen rendszerkritikus üzenet ezzel kapcsolatban, míg mondjuk egy harmadik hullámos, vagy egy queer feminista értelmezés szerint az önmaga egy szubverzív aktus, hogyha az saját identifikációmat megváltoztatom. Tehát mondjuk non-bináris vagy queer identitásokkal azonosítom önmagamat, míg mondjuk egy hagyományos feminista értelmezés szerint a társadalmi nem történelmileg és bizonyos hatalmi hierarchiák szerint meghatározott sztereotípiákból ránk erőltetett dolog, ami tehát, hogy van itt ez a híres idézet a Simone de Beauvoir-tól, hogy nőnek nem születünk, hanem azzá válunk, és ugye ennek van egy hagyományos, mondjuk marxista, vagy rendszerkritikus értelmezése, ami azt jelenti, hogy megszületünk egy biológiai nemmel,
ami miatt elvárásokat helyez ránk a társadalom. Az, hogy bizonyos foglalkozásokat kedveljünk, bizonyos színeket hordjunk, hobbiaink legyenek, hogy utána a családban bizonyos szerepeket betöltsünk. Tehát, hogy nővé válunk az alapján, hogy miket várnak el tőlünk. És van a queer, vagy az ilyen harmadik hullámos feminizmus értelmezése, ami pedig az, hogy nőnek nem születünk, hanem azzá válunk, ergo bárki lehet nő, aki annak mondja magát. És ugye ez az, ami szerintem, én azt gondolom, hogy egy értelmezhető kritikája a queer identitásoknak, hogy ezt meg lehet próbálni, és egyéni stratégiákban ez működhet, de a társadalmi rendet ez nem fogja megváltoztatni. Köszönöm szépen. Emília? Hát akkor kicsit bemutatom ki talán az ellenpólus, hogy vagy legalábbis mi nem szoktunk ennyire méhen belemenni abba, hogy a társadalom mit erőltet rá az emberre, mert talán ez inkább egy ilyen beleszületett dolognak gondolunk néhány olyan tulajdonságot, amit nem tudom, hogy feltétlen ki lehet-e bizonyítani, hogy csak a társadalom erőlteti ránk, vagy pedig tényleg ezek belülről fakadó tulajdonságok, de ez egy másik része. Forgattam egy videót a transznemű emberekről és a nem változtatásról, hogy mennyire lehetséges-e vagy nem, utána jó sok transznemű ember betámadott, úgyhogy próbálok óvatosan fogalmazni, mert egyáltalán nem ellenük irányult az a kritika, meg nem bántani akartam őket, tehát hogy mi úgy gondolkozunk, vagy legalábbis azt lehet mondani, hogy ahogy én gondolkozom, az az, hogy megszületik egy ember, rendelkezik XX vagy XY kromoszómákkal. Az onnantól kezdve nem megváltoztatható. Még akkor is, hogyha ő esetleg azt érzi, hogy ő egy férfi testbe született nő, akkor én sokkal inkább egy pszichés segítséget irányoznék elő neki. Ezt tudom, hogy elsőre talán egy kicsit olyan maradinak hangzik, vagy ezzel a kritikákkal szoktak élni, de egyáltalán nem kell betegségként tekinteni rá, és én azt is elítélem, hogyha valaki azt mondja, hogy ez egy, nem tudom, ezek az emberek betegek, nem, ezeknek az embereknek segítségre van szükségük, és azt gondolom, hogy főleg lelki tekintetben. De én azt látom, hogy az sem segítség, hogyha mondjuk van egy fiatal, aki egy női testbe született férfinek gondolja magát, és akkor ezt azzal próbáljuk ellensúlyozni, hogy őt abban támogatjuk, hogy minél több hormonkezelést kapjon, és nem tud, csonkítsa meg mondjuk a nemi szerveit, mert hogy ez is egy nagyon fontos érvünk, hogy nincs olyan, hogy nem váltás, vagy nem változtatás. Olyan van, hogy nemi szerv csonkítás, meg mondjuk hormonterápia. Ezek mondjuk vannak. És nem biztos, hogy ez a legjobb segítség ezeknek az embereknek. Tehát, ha most vissza kell utálnom, akkor azt mondja, hogy a bináris rendszer ugye azt jelenti, hogy van egy férfi, meg van egy nő, és ezen ne változtassunk. Itt jegyezném meg csak, hogy mert a vitának ez egy partikulárisabb része, mert alapvetően nem erről szól az isztambuli egyezmény, de hogy nyilván egy fontos kérdésről van szó, és éppen ezért, mert tudom, hogy a nézőink között vannak olyanok is, akik egyébként a non-bináris, illetve queer elméletnek a hívei, vagy egyébként maguk is transzneműek, hogy lesz róla szó egy későbbi vita alkalommal, és fogunk majd abban is hívni el pro és kontrálláspontot képviselőket, de ezt most itt le szeretném zárni, mert ez csak egy mellék szála volt ennek a mostani vitának. És oda szeretném, hogyha visszakanyarodnánk, hogy ugye maga az egyezmény azért alapvetően mégiscsak az áldozat védelemre, illetve az áldozattá válás megelőzésére próbálta helyezni a hangsúlyt, ami azért Magyarországon egy égető probléma, ugye pont az elmúlt fél évben, még a koronavírus járvány előtt is egymás után érkeztek azok a tényleg horrorisztikus történetek, amelyek után még Varga Judit igazságügyi miniszter is úgy érezte, hogy muszáj megszólalni és valamilyen módon jelezni a közvéleménynek, hogy a kormány érzékeli a súlyát ezeknek a tényleg bestiális jellegű családon belüli drámák, tragédiáknak, erőszak cselekedeteknek. Ráadásul pont ugye a szavazás előtti napon történt a szintén rendkívül tragikus történet a közismert Szilágyi István színművész halálával kapcsolatosan, amit ugye feltehetően a fia okozott Szilágyi István számára. Úgyhogy ennek a fényében szeretném kérdezni tőletek, hogy hogyan lehet értékelni a kormánynak azt a szándékát, hogy az előbb ismertetett kifogásokra hivatkozva nem ratifikálja az egyezményt, viszont és nem is jelzi azt egyébként, hogy hogyan próbálná egyébként kezelni ezeket az erőszak cselekményeket, illetve biztosítani az áldozatvédelmet, illetve az áldozattá válás megelőzését, plusz a szükséges képzéseket azoknak a segítő embereknek, segítő szakmát gyakorló embereknek, akiknek kiemelt felelőssége van abban, hogy fölismerjék még időben a jeleket, illetve hogyha már megtörtént a konkrét cselekmény, akkor tudjanak megfelelő és adekvát védelmet nyújtani az áldozatoknak. Tehát hogyan lehet értékelni a tekintetben a kormányzat maga tartását, és akkor elsőként most Nórát szeretném kérni, hogy ezt értékelje.
Hát szerintem ez nagyon fontos, különösen egyébként most amiatt, hogy nagyon sok időt otthon töltöttek az emberek a koronavírushoz kapcsolódóan, és erről nőszervezetek folyamatosan beszélnek, hogy az otthon az nem mindenki számára egy biztonságos hely, és hogy a családon belüli erőszak, a párkapcsolati erőszak az egy felfokozódott jelenség ebben az időszakban. Tehát ebből a szempontból szerintem különösen felháborító az, hogy most próbálja ezzel a kultúrharcos narratívával eljelentékteleníteni az isztambuli egyezményt hát a KDNP kezdeményezésére igazából ugye a kormány. Tehát ebből a szempontból szerintem most lenne, ha valamikor fontos lenne az, hogy arról beszéljünk, hogy jobb áldozatvédelem, hogy megelőzés, hogy a segítő szervezeteknek több erőforrás legyen, akkor most erről kéne beszélnünk, ahelyett, hogy ezt a gender ideológia bullshit-et hallgatjuk. Tehát ugye az isztambuli egyezmény például előirányozna több menedékhelyet, Magyarországon egyébként nagyon leterhelt mindenféle szempontból az ilyen családvédelmi rendszer, és különösen a nők tekintetében nincs elég elegendő hely, ahova mehetne akár egy párkapcsolati erőszaknak az áldozata. Az ilyen különböző statisztikák szerint több mint 180 ezer nő él jelenleg is párkapcsolati abúzus körülményei között Magyarországon. Ez egy nagyon magas szám, és egyszerűen nincs meg az az intézményi keret, ami ezt kezelni tudná. Különböző leterhelt civil szervezetek próbálnak segélyvonalakkal és jogi segítségnyújtással működni. Tehát nyilvánvalóan ez nem elegendő, ami most van, és a kormány ahelyett, hogy a méltányolható részeit bevezetni az isztambuli egyezménynek, ezt a kultúrharcos narratívát pörgeti, ez szerintem igazán felháborító. Ami szintén ugye benne van az isztambuli egyezményben, az az, hogy a különböző, tehát hogy a rendőröknek, bíráknak képzéseket, illetve ugye az, hogy már az iskolában megkezdődjön egy ilyen tudatosítás. Valószínűleg például egyébként az iskolai tudatosítás része egy olyan, ami, ahol értem, hogy miért gondolja akár egy konzervatív, hogy az ideológiai becsempészés megtörténhet, de az isztambuli egyezmény nem kell egy az egyben bevezetni minden egyes elemét, még a ratifikálás esetén is az egy lehetőség, hogy fenntartásokkal kezeli részeit egy állam, tehát ebből a szempontból megint azt gondolom, hogy lehetne az intézményrendszerrel foglalkozni úgy is, hogy ezt az ilyen felvilágosító részét fenntartásokkal kezeli, mert értem, hogy ideológiailag van egy különbség jelenleg közöttünk. Emilia, te hogy látod, elengedő energiát fordít a kormány a családon belüli erőszak visszaszorítása érdekében? Adottak ehhez a megfelelő jogi feltételek? Pontosan ezzel akartam kezdeni. Szerintem nem a jogi feltételekkel van a probléma Magyarországon, mert ezt többször is hangsúlyozni szokták, hogy az isztambuli egyezmény által kért jogi feltételek azért nagyjából megfelelnek a magyar BTK-ban foglalt párkapcsolati erőszak törvényeinek, vagy legalábbis amikor azt mondják jogtudósok, hogy európai vagy világviszonylatban tekintik a magyar BTK szabályozását a családi erőszakra vonatkozóan, akkor egy viszonylag erős rendszert láthatunk. A probléma nem azzal van, hogy nem elég erősek a szabályozásaink, hanem talán a betartással és a betartatással van a gond, és én is itt látom talán az a legnagyobb problémát, és azért is, mert ez megnyit egy, hát talán filozófiai vagy szociológiai vitát közöttünk olyan szempontból, hogy mi számít magánügynek, hogy mennyire szabad magánügynek kezelni ezt az egész családon belüli erőszakot. Legyen ez most nő-férfi, vagy mert ugye Magyarországon úgy vonatkozik a párkapcsolati erőszak, hogy nő-férfi és gyermek. És hogy ez bármelyikőjükre is vonatkozom, mennyire szabad ezt magánügyként kezelni. És azt szeretném mondani, Nóra, vagy kérdezni tőled, akár mint feministától, hogy én egy tök nagy ellentétet vélek felfedezni a feminista álláspontok között abban a tekintetben, hogy az egyik oldal azt mondja, hogy az én testem, én döntésem, nekem ne szóljon bele, a kormány ne turkáljanak a méhemben, ez az egyik fele, és minden magánügy. A másik fele meg azt mondja, hogy de igenis avatkozzon bele a kormány az elnyomó férfiak ellen. És én nekem például itt ez is egy olyan, hogy tök jogos az, hogy van egy ilyen ellentét az egészben, mert ez egy ilyen nagyon szürke terep, amin mozgunk, és nem lehet egyértelműen behatárolni, és azt látom, hogy ebben akár a kormány, de akár a közvélekedés is eltér, és nem tud egységes álláspontra kerülni. Nóra, tessék akkor. Egyrészt az, hogy a magyar jogrendszer megfelel már az isztambuli egyezmények, ez ugye
nagyon sok szempontból nem igaz, főleg azért nem, mert nem ismeri el azt a magyar rendszer, hogy nemi alapú erőszak, mint olyan létezik, tehát hogy vannak erőszakformák, amelyek a nőket nőségük miatt érik, és emiatt bizonyos, akár súlyosabb ítéletekre, vagy más eljárás módra lenne szükség, tehát hogy ez a fajta szempont ez nem szerepel. A másik, amit nagyon sokszor szoktak mondani nőszervezetek, az a távoltartás körüli problémák, és hát általában véve is az, hogy amit az a felvezetőben a Marci is mondott, hogy az isztambuli egyezmény lehetővé tenni, hogy hivatalból eljárjanak a családon belül erőszak és a kapcsolati erőszak tekintetében, és ugye ez sincs jelenleg még Magyarországon. Tehát, hogy az megint csak egy hazugság a Fidesz részéről, hogy mindent bevezettek, ami ebből szükséges lett volna. A feminizmusok kapcsán hát pedig azt mondani, hogy különféle feminizmusok vannak. Én például azt a fajta feminizmust, ami egyéni döntésekről és csak ilyen liberális szempontokról beszél, én igazából nem is tartom feminizmusnak, vagy pedig egy nagyon vékony és hatékonytalan feminizmusnak látom. Amikor arról beszélünk, hogy a személyes az politikai, a politikai az személyes, akkor pont, hogy arról beszélünk, hogy a nők, mint egy társadalmi csoport, vannak közös élményeik, van közös elnyomást tapasztalatuk, itt akár csak arról, hogy hány, tehát amit már mondtam, statisztikát, hogy nők százezrei osztanak egy tapasztalatot arról, hogy milyen bántalmazó kapcsolatban élni. Itt a bántalmazók alapvetően férfiak, a bántalmazottak alapvetően nők. Tehát, hogy én sokkal hasznosabbnak tartom azt a fajta feminizmust, ami egyébként végül is az isztambuli egyezmény is ebbe beleillik, ami csoportokról beszél, kollektív tapasztalatokról, és ebből a szempontból próbál feminista válaszokat adni. És a mély filozófiai különbség azt szerintem az, hogy még mondjuk a nemek számában lehet, hogy egyetértünk, de egy rendszerkritikus feminista azon gondolkodik, hogy hogyan szüntessük meg a társadalmi nemek szerepét, hogy utána egy kollektív szabadsága legyen a minden embernek arra, hogy megvalósítsa az életében, amit szeretne saját képességeinek és kedvének megfelelően. Tehát, hogy a társadalmi nemi szerepekben az elnyomást látjuk, amennyiben korlátozzák a kollektív szabadságunkat abban, hogy önmagunk legyünk. Emilia? Csak röviden annyi, hogy ugye alapvetően én is ezen a véleményen vagyok, hogy Magyarországon férfiak és nők tekintetében egyenjogúság van, ezt az alaptörvény is rögzíti. Azt viszont nagyon fontos kiemelni, szerintem, legalábbis az én nézeteim szerint, hogy nincsen egyformaság. Az, hogy van férfi, meg van nő, és talán akkor ez lehet az, amiről itt az előbb is beszéltünk, ami így eltér kettőnk gondolkodása között, hogy az, hogy van férfi, meg van nő, igenis vannak nőies szerepkörök, meg vannak nőies tulajdonságok, és vannak férfias szerepkörök, meg vannak férfias tulajdonságok. Ez nem azt jelenti, hogyha például egy lány mérnök szeretne lenni, akkor azért ne lehessen mérnök, mert ez egy férfias szakma, mert szerintem jelenleg minden adott arra, tehát hogy jogi értelemben mindenki egyenlő, és mindenkinek megvan a lehetősége ahhoz, hogy bármit kezdjen, nincsen nemi diszkrimináció. Viszont lehetséges az, hogy azért van mondjuk kevés mérnök hallgató lány, mert nem érdekli annyira a lányokat. És nem tudom, hogy az okokozati összefüggésben mennyire játszik szerepet az, hogy a társadalmi nyomás, meg a társadalmi elvárások, amikről te is beszéltél, hogy ilyen szempontból a társadalmi nem. Ez talán egy érdekes beszélgetés megnyitója lehet egy ilyen. Nóra, akarsz erre reagálni? Hát csak azt hiszem, hogy az, hogy ugye jogilag egyenjogúság van, az, tehát ez egy liberális érv. Tehát, hogy alapvetően az, hogy a jogban mi szerepel, az nem jelenti az, hogy mi a valóság. És a valóságban azt látjuk, hogy Magyarországon nagyon sok szempontból a nők esélyei, azok különböznek a férfiakétól, az alapvető terheik egy családon belül, tehát egyszerre kell mondjuk dolgozniuk, és a reproduktív munkát is, tehát bérmunkában dolgozniuk, és a reproduktív fizetetlen munkát is elvégezniük. Tehát, hogy alapvetően a nemi szerepek, azok terhet jelentenek. Egyébként szerintem a nők és férfiak számára is a szabadságokat korlátozzák, de a nők számára kifejezetten terhet, és nagyon sok számomra az erőszaknak is kitettebbé teszi őket, mert a férfiak feljogosítva érzik magukat, olyan dolgokat megengedjenek maguknak nőkkel szemben, amiket férfiakkal szemben nem. Tehát, hogy az, hogy a jogrendszer egyébként nem látja a nemet, az ilyen szempontból pont, hogy megerősíti a való világban való egyenlőtlenségeket.
Tehát, hogy elfed, a jogegyenlőség elfedi ezt a fajta valódi hatalmi különbségeket, úgyhogy csak ezt szerettem volna mondani, hogy szerintem ez egy ilyen liberális kibúvó a probléma kezelése elől. Emilia? Még sosem mondták rám, hogy liberális vagyok, nagyon jó. Kicsit. Igen, de tehát, hogy ami alapvetően problémám nekem az isztambuli egyezménnyel is, meg azzal is, amit te mondasz, nem kell szerintem pozitív diszkriminációban részesíteni a nőket. Én ezzel nem értek egyet. Nem kell különbséget tenni férfi és női erőszak között. Nem véletlen született meg a párkapcsolati erőszaknak a fogalma, ami a nőről, a férfiről, meg a gyermekről beszél, mert azt gondolom, hogy lehet, hogy abban igazatok van, hogy mondjuk fizikai erőszak gyakrabban történik nők ellen, vagy legalábbis bevallottan gyakrabban történik, mert ugyanúgy szenvednek férfiak is fizikai erőszaktól, csak mondjuk a nő a termete miatt lehet, hogy kevésbé, nem tudom, okoz olyan súlyos sérüléseket egy férfinek, de ami megint csak bejön, és megint talán érdemes róla beszélni, például ez a mentális, meg lelki terror, amit meg szeretnek sokszor, nem tudom, elmismásolni, és, vagy nem beszélni róla, de azt mondjuk eléggé kiegyensúlyozott mind a két nem között a lelki terrornak az intézménye. De bocsáss, hogy Emi, egy tisztázó kérdést engedj meg, hogy akkor te igazából egyetértesz ezzel, vagy pedig tagadod azt, hogy létezne kifejezetten nemi alapú többlet diszkrimináció, ami mondjuk a nőket sújtja? Szerintem nincsen nemi diszkrimináció jelenleg. Én nem látok jelenleg nemi diszkriminációt. Tehát a társadalom egyetlen egy szintérén sem a gazdasági életben, sem más területein az életnek azt gondolod, hogy nincs olyan többlet diszkrimináció, mert nőket kifejezetten azért, mert nők sújtaná a társadalmon belül. Nézd, vannak olyan alapvető dolgok, amiket nem tudunk megváltoztatni, például az, hogy csak mi tudunk szülni. Tehát, hogy ezt mondjuk nem nagyon tudjuk befolyásolni. És hogy emiatt mondjuk van egy olyan feladata, most ez így pont rosszul hangzik, hogy feladata a nőnek, hogy innentől kezdve mondjuk gondoskodjon a gyermekéről, de én ezt nem gondolom úgy, hogy ez mondjuk egy diszkrimináció lenne. Tehát, hogy ezt nem tekintem diszkriminációnak. Nóra? Nem tudom, nehéz, tehát hogy alapvetően szerintem nem, tehát hogy nehéz, mert a diszkrimináció egyrészt létezik, másrészt meg azt gondolom, hogy nem ez a jó beszédmód, hogy beszéljünk a nők elnyomásáról, tehát hogy ez a diszkrimináció, meg nem tudom, hány női politikus van, engem igazából ez érdekel viszont a legkevésbé, sokkal inkább az, hogy milyen materiális különbségek vannak abban, hogy mennyi munkát kell elvégezni a nőknek, az, hogy milyen terhek rakódnak rájuk gondoskodási feladatokban, tehát hogy ebben is erről volt nagyon sok kutatás egyébként Magyarországon is már, hogy a nők azt érzik, hogy egyszerűen nagyon sok minden nekik kell megoldaniuk a család területén, és nem kapnak segítséget igazából sem állami, sem a családjukban levő férfiaktól elegendő módon, hogy félnek attól, hogy kirúgják őket, hogyha gyereket vállalnak, hogy félnek attól, hogy nem kapnak munkát, hogyha már vannak gyerekeik, tehát hogy itt ez a diszkriminációs nyelvezet szerintem elfedi ezeket a fajta ilyen materiális problémákat, úgyhogy szerintem igazából az egy jobb beszédmód erről, ettől függetlenül nyilvánvalóan van diszkrimináció is. És hát amit még szerintem így fontos elmondani, vagy egy ilyen különbség megint csak köztünk, hogy a nemi szerepekről azt gondoljuk-e, hogy velünk születettek, vagy azt gondoljuk, hogy társadalmilag adottak. És attól, hogy elismerjük, hogy jelenleg vannak ezek a nemi szerepek, az nem jelenti azt, hogy ezek örökké létezni fognak, ezek a történelem során többször is változtak már. Úgyhogy szerintem ebből a szempontból megint csak azt tudom mondani, hogy van egyfajta ilyen, egy ilyen logikai hiba a konzervatív érvelésben, ami nem ismeri fel azt, hogy ezek tehát, hogy empirikusan is változnak. Tehát nem tudom, a rózsaszín szín egy nagyon sok ideig a férfiasság és az erő jele volt, most meg a gyengeséggel és a nőkkel azonosítjuk. Tehát, hogy változik a tartalma is a nemi szerepeknek, ez lehetséges, történik is, és történni is fog. Emilia? Ja,
ilyen szempontból egyébként egyetértek, tehát hogy ezzel én is egyetértek, sőt én azt mondom, hogy például otthoni munkamegosztás. Én a társadalom egyik legkisebb elemének, ugye alapvetően a gondolkodásomból adódóan, én a családot látom, és azt, hogy egy családon belül meg tudják-e beszélni a felek, hogy igenis segítsen be a férjenőnek, én se hiszem azt, hogy a klasszikus család, hogy most idézőesen klasszikus családmodell, az még ma is megállja a helyét, hogy mondjuk egy nőnek az lenne a feladata, hogy csak otthon legyen, és a házi munkával foglalkozzon, valamint gyermekeket neveljen. Ez is egy szép életpálya, és ezt is el kell ismerni, hogyha valaki csak ezzel szeretne foglalkozni, de azzal is szembe kell nézni, hogy manapság egy velünk egykorú lánynak már nem feltétlen ezek a céljai, vagy nem elsődlegesen ez a célja, sokkal inkább benne van már az, hogy dolgozni szeretne, diplomát szeretne szerezni, tehát hogy ilyen értelemben abban igazad van, hogy eltolódtak egy kicsit a szerepek, és ezzel fel kell venni a ritmust, de szerintem erre mondjuk a család egysége alkalmas, és ezt meg lehet beszélni egy családi közegen belül. Ide hadd hozzam be még valamit, és szeretném, hogyha erre reagálnál szintén, Emília. Ugye Nóra említette itt az anyagi, illetve a materiális különbségeket, amelyek férfiak és nők között meghozódnak. Volt most egy kutatás, amit Fodor Éva, Gregor Anikó, Koltai Júlia és Kovács Eszter fémjeleztek, és amely azt próbálta vizsgálni, hogy kifejezetten a 14 éven aluli kisgyereket nevelő, de egyébként, bocsánat, igen, de legalább érettségizett nemre korra reprezentatív minta alapján hogyan alakulnak most a különböző reproduktív, háztartási munkák eloszlása és milyen tervekedéseket lehet regisztrálni most a járvány idején. És itt egyrésztről azt lehet látni, hogy bár alacsonyabb ebben a körben az állásvesztés, mint mondjuk más társadalmi csoportoknál, viszont itt döntően mindig nőket érint az állásvesztés egyrésztről. Másrésztről azt is lehet látni, hogy bár növekedett a férfiak szerepállása a házi munkán belül, de a nőkre mégis többletterhek rakódtak még most is, miközben mondjuk adott esetben távmunkával meg tudták oldani a korábbi munkahelyük által kiadott feladatok ellátását, amellett rájuk többletterként még az is rakódott, hogy kellett gyermeket nevelni, a háztartást vezetni, és így tovább, és akkor nem is beszéltünk a 65 évnél idősebb hozzátartozók ellátása, gondoskodása kapcsán támasztott többlet kihívásokról. Tehát, hogy itt van egy viszonylag friss kutatás, ami azt mutatja, hogy részben léteznek ezek a különbségek, ráadásul a járvány brutálisan felerősíti őket, és egyenletlenül osztja meg azokat a terheket férfiak és nők között, amelyeket el kell végezni, még ott is, ahol egyébként van rá lehetőség, hogy megtartsák az állásukat, távmunkába lássák el a feladataikat, és nem estek el minden bevételt. Tehát alapvetően egy a magyar társadalom szempontjából privilegizáltabbnak mondható mintám is ilyen eredmény jött ki. Hát ez alapján tudjuk képzelni, mi lehet mondjuk az ott esetben a alsó osztálybeli embereknél, ahol ez ennek a járványnak és következményében beálló válságnak még komolyabb hatásai lehetnek. Tehát ez alapján, illetve az alapján is, amit a Nóra mondott, mit gondolsz, mi fenntartod-e továbbra is az álláspontodat, vagy van esetleg ebben valami elmozdulás? Érdekes, szeretem, amikor ilyen statisztikákról beszélünk. Nem tudom pontosan, hogy nem ismerem ezt a statisztikát, viszont az érdekelne, hogy mondjuk ebből milyen arányban voltak azok, akik mondjuk részmunkaidőben dolgoztak előtte, vagy ezek mind teljes 8 órás munkaidőben dolgozó nőkről beszélünk-e. Csak azért kérdezem ezt, mert alapvetően nagyobb volt a hajlandóság arra, hogy például a cégek azoktól, most ez rosszul hangzik, de hogy azoktól szabaduljanak meg előbb, akik mondjuk kevésbé, akiknek a hiányát kevésbé érzik meg, tehát mondjuk egy részmunkaidős foglalkoztatottal. És ezt azért hoztam be, ezt a példát, mert a nők, akiknek gyermekeik vannak, sokszor nagyobb arányban dolgoznak nők részmunkaidőben, mint férfiak ilyen szempontból, mert ők ugye a gyereknevelés mellett nekik ez akár könnyebben hozzáférhető és könnyebben elérhető munka. Tehát, hogy én azért látok néha ezekben a statisztikákban olyan adatokat, amik pontosan ugyanezt ezzel szoktam indokolni azt is, amikor a bérkülönbségekről beszélünk, vagy arról, hogy hogyan keresnek a nők meg a férfiak, hogy azért azt ne felejtsük el, hogy nagyon sok nő részmunkaidőben dolgozik, csak például gyereknevelés mellett. Ez lett volna így a gazdasági irányra vonatkozó válaszom. Nem gondolom azt, hogy ma Magyarországon azért elküldenének valakit egy munkahelyre, mert nő és mondjuk 14 év alatti gyermeke van. Ez emellett kitartok, ez nem gondolom úgy, hogy ma ez egy reális dolog lenne. Köszönöm, Nóra. Szerintem így egyébként ez a gazdasági válság, ami most így a járvány következtében beállni látszik, a Fidesz családpolitikájának a hibáira is megint csak rávilágít,
hogy ugye a családokat nagyon sok szempontból ugye adókedvezményekkel próbálják támogatni, a család dipótlékot nem emelik már, nem tudom, lassan egy évtizede, azt hiszem. Tehát, hogy amikor például most el fogják veszíteni 100 000-ek a munkahelyüket, és nem lesz jövedelmük, akkor alapvetően ez a fajta ilyen támogatási mód nem fog működni, és megint csak azt lehet mondani, hogy hogy miközben ideológiailag arról beszél a Fidesz, hogy szeretné támogatni a családokat, ezeket szerintem nem a megfelelő módon teszi meg, és most is látszik, hogy ebből problémák fognak születni. Az pedig, hogy ne lenne a gyerekes nőknek hátránya a munkaerőpiacon, ez igazából szerintem nem kell túl sok családos és gyerekes nővel beszélgetni, hogy itt derüljön, hogy nem ez a tapasztalata a legtöbbjüknek. Igen, erre vonatkozóan csak annyit, hogy azt sem szabad összekeverni, hogy mikor a munkáltató hibája idézőjelesen, vagy mikor a munkavállaló hibája az, hogy mondjuk egy, tehát nehéz valakinek kisgyerekkel elhelyezkedni a munkaerőpiacon, az sokszor nem azért van, mert a munkáltató nem akarja a gyerekkel együtt felvenni, dolgozni, vagy most ezt, tehát hogy a kontextusban értsétek, hanem azért, mert mondjuk olyan munkaidő van előírva, amiben nem elég rugalmasak a munkáltatók, hogy azt mondja, hogy ő neki többször is a gyerekért korábban kell menni az iskolába, óvodába, bárhova, akkor az nem elfogadható a munkáltató számára. Viszont erre tök jól rávilágított most a koronavírus, hogy rengeteg olyan munkatípus van, ahol igenis lehet és lehetséges otthonról végezni a munkát, vagy lehet akár rugalmasabb munkaidőben gondolkozni. Én remélem, hogy egy kicsit ebben változni fog a munkáltatóknak a szemlélete is. Tehát, hogy azért én is látok ebben kritizálandó dolgot, meg hogy nem elég rugalmasak a magyar munkaadók, akár bármilyen cégről is legyen szó, talán ez most változni fog. Egy picit térjünk vissza magára az isztambuli egyezményre, mert alapvetően mégiscsak ez volt a vita a kiinduló pontja, és térjünk vissza egy picit az áldozatvédelem kérdéseire, mert ez egy picit most elsikadt, és szerintem itt van még egy ilyen fontos pont, amiről jó lenne, ha beszélnétek. Ugye Emilia, te úgy fogalmaztál, hogy a jelenlegi jogszabályi környezet biztosítja azokat az eszközöket, amiket az isztambuli egyezmény szeretne, hogyha biztosítana a magyar kormányzat, tehát így nincs itt kvázi már többlettennivaló. Közben azért mégis csak azt látjuk, hogy nincsenek iskolai előadások az erőszak megelőzéséről, nincsenek képzések a hatóságok részére, nincs érdemi áldozatvédelem, és ugye eljárás is csak akkor indítható, ha sértett feljelentést tesz, amire Nóra is utalt, rendkívül ritkán fordul elő. Hogyan ítéled meg ma jelenleg? Ki vannak-e téve Magyarországon a nők többletveszélynek, kifejezetten családon belüli erőszakformáknak, és hogy lehetne ezen, tehát hogy hogyan lehetne igazából ezen valamilyen módon javítani, hogyha ez létezik a te megítélésed szerint is? Persze. Arra gondoltam itt az isztambuli egyezménnyel kapcsolatban, hogy a büntető törvénykönyvben vannak meg azok a szabályozások, amiket az isztambuli egyezmény előírna. Itt most nem az iskolai oktatásra gondoltam, hanem konkrétan az erőszak elleni szankcionálásokra. Tehát hogy ez volt az egyik fele. A másik, ez egy nagyon nehéz kérdés, amit kérdeztél, Marci, mert tényleg nagyon el lehet veszni abban, hogy mi a jó, mondjuk mi a kellő edukáció, kiket kéne nevelni, vagy hogyan lehetne esetleg arra bátorítani a társadalmat, hogy kicsit nyitottabb legyen, és felvállalja azt, hogyha őt egy erőszak éri, akkor indítson el egy eljárást. Mert ugye jelenleg most a magyar szabályozás az úgy zajlik, hogy akkor indul el eljárás az elkövető ellen, hogyha a bántalmazott elindítja, tehát hogy magánügyként kezeli a magyar törvényalkotás a családon belüli erőszakot. És akkor ugye ez, amit előbb próbáltam felvetni, hogy ez egy kicsit egy ilyen, hát ilyen szürke talajon, nem tudom, tapogatózás a sötétben, mert lehet, hogy ezen kellene változtatni, vagy lehet, hogy ezen lehetne még mit fejleszteni, csak ugye ez egy nagyon nehéz kérdés, és nagyon nehéz kinyitni is ezt az egész szelencét. Úgyhogy amire szükség lenne, hogyha bárkit családon belül erőszak bármilyen formája ér, akkor merjen a hatóságokhoz fordulni, és akkor ezt kéne valahogy előidézni, hogy jobban nyitottak legyenek az emberek, és legyen nagyobb bizalmuk akár a rendőrség, vagy pedig a bírák felé.
De hát akkor ez pont a isztambuli egyezmény létjogosultságát megalapozó kritika, nem? Tehát, hogy mintha pont arról beszélni, hogy igenis szükség van ezekre az érzékenyítésekre, többletedukációra, adott esetben figyelemfelhívó kampányokra, tehát, hogy mintha maga az egyezmény által propagált vagy elvárt cselekvések azok egybevágnának azzal, amit most te megfogalmaztál, mint szükséges előfeltételt ahhoz, hogy csökkenti lehessen az ilyesfajta erőszakformát. Igen, ezek a lépések meghozhatóak az isztambuli egyezmény ratifikálása nélkül is. Ugye, tudom, ez egy ilyen kiki játék, tehát hogy most akkor lehet, hogy azzal együtt, vagy anélkül, tehát ugye a kritikák megvannak a magyar kormány részéről az isztambuli egyezménnyel kapcsolatban. Az egyik fő kritika ez a gender ideológia, amit már kiveséztünk. Ugye a másik, amiről még nem beszéltünk, ez a menekültekkel kapcsolatos két. Tehát ez a kettő az, ami miatt a kormány azt mondja, meg amiatt a parlament is elutasította. Tehát, hogy ezeket az intézkedéseket meghozhatja a magyar kormány az isztambuli egyezmény nélkül is. Én csak erre akartam rávilágítani. Nóra, mit reagálsz erre? Tehát, hogyha igaz az, amit az Emília állít, hogy egyébként ezek a jogosnak mondott áldozatvédelem és kifejezetten az áldozattá válás megelőzését segítő különböző intézkedések meghozhatóak az egyezmény aláírása vagy ratifikálása nélkül is, akkor igazából tényleg miért van szükség arra, hogy az egyezmény kapcsán menjen most a harc az ellenzék és kormánypártok között? Szerintem egyébként a legtöbb ellenzéki, meg a legtöbb nőszervezet, hogyha azt látná, hogy valóban az egyezmény ratifikáció nélkül mégis létrehozzák azokat az intézményeket, amikre szükség lenne, vagy esetleg még jobbakat, akkor nem kéne erről az egyezményről vitatkozni. Nyilván ez most már kicsit egy ilyen szimbolikus harcá vált. Nyilván valójában szerintem mindenkit az érdekel, hogy valójában megtörténnek-e azok a dolgok, amikre szükség lenne a nők elleni erőszak megszüntetéséhez, de hogy ez a hazugság, hogy ez nem történik meg, tehát hogy egyébként még csak a korábbiakra visszatérve, hogy az Emily említette, hogy a lelki erőszak, meg az ilyen különböző nem testi abúzus, hogy egyébként Magyarországon ez sem egy olyasmi, amit be lehet emelni jogi eljárásokba könnyedén, az ilyen különböző családjogi perekben, meg gyerekelhelyezés, meg nők elleni erőszak, tehát hogy az, hogy történik verbális tehát megalázás, meg mindenféle ilyen nyomasztás, ezt nagyon nehezen tudja kezelni. Egyébként szintén egy magyar ilyen eljárás, szóval hogy ilyen szempontból akkor megint csak azt lehet mondani, hogy ebben van egy ilyen inkonzisztencia, hogy akkor most probléma, de mégsem emelik be. Szóval igen, szerintem ez fontos, hogy nem az isztambuli egyezmény az, ami itt most, nem tudom, a sorosista bolsevik baloldal valami ilyen nagy programja lenne, hogy az isztambuli egyezmény legyen bevezetve, hanem a tartalmáról szól a vita szerintem, hogy szükség van több menedékhelyre, hogy szükség van a rendőrök, a bírák felvilágosítására, hogy szükség lenne több pénzre a nő szervezetekben, tehát hogy szerintem erről szólna az érdemi vita, nem arra, nem az egyezményről magáról. Akkor hadd kérdezzenek, hogy Emilia, itt akkor tartalmi alapon van-e közöttetek véleménykülönbség? Na, ezt akartam mondani, hogy ugye egy-két pontot leszámítva az isztambuli egyezményben, amivel én se értek egyet, ez ugyanúgy a gender és a migrációs irány, de egyébként persze, tehát hogy az, hogy ez egy fontos cél, és hogy ezek fontos intézmények, amikről mi beszéltünk is az előbb, meg amiket most így nagyjából végigjártunk, szerintem ebben nincsen véleménykülönbség, de ez egy jó érzésű emberben sincsen véleménykülönbség, hogy fontos-e az áldozatoknak a védelme. De akkor bocsánat, hogyha jól értelek, akkor nincsen egyetlen egy olyan tartalmi pont sem, a már kritizáltakat leszámítva, amikről beszéltünk az előzőekben, amelyekben véleménykülönbség lenne közted és mondjuk a Nóra között, tehát hogy te mindegyik ilyen áldozatvédelmi intézmény alapítói szemponttal egyetértesz és támogatod is ezeket? Jó, azért inkább a fő pontokban egyetértek, ezt mondom. De akkor ezeket egyébként sorra kéne, tehát mondd el, hogy melyek azok a pontok, amelyekkel ki tudsz egyezni. Amivel ki tudok egyezni, ez egyértelműen az, hogy csökkenteni kell a családon belüli erőszakok és a nők elleni erőszakoknak a számát. Talán én még abba is belemegyek, mert szerintem lehetséges, hogy kell erről beszélni a fiataloknak is. Tehát, hogy én még ebbe az edukációs részbe is azt gondolom, Magyarországon aránytalanul keveset beszélünk ilyen tabu témákról sajnos a gyerekeknek, vagy legalábbis az iskolákban. Én ide veszem egyébként például a szexuális felvilágosítást is.
akár ezt a kapcsolati erőszakot is be lehetne vezetni egy felvilágosítás keretében. Tehát ugye én még ezt is el tudom fogadni. Ugye, ami az egész egyezményre vonatkozik, és akkor itt a társadalmi nemekkel kapcsolatban van egy hát én azt mondom, hogy számomra nem jó a körülhatárolt fogalom ez, hogy társadalmi nem, még hogyha az egyezményben nem is az a gender ideológia szerepel, mint amit mi annak gondolunk, de ez az egész egyezményre vonatkozik, tehát ez az egész egyezményt végigkíséri. Én például azzal nem értek egyet, hogy be kéne emelni azt mondja, hogy a női dimenziót, tehát hogy van egy ilyen pontja az isztambuli szerződésnek, hogy a nemi dimenziót be kell emelni az összes politikai szakterületre, tehát hogy innentől kezdve nem csak a nőügyeknél, vagy az ilyen erőszakos ügyeknél kell nőkről, meg férfiakról, mint külön nemi dimenzióról beszélni, hanem több szakterületre is vigyük be ezt a nemi dimenziót. Én ezzel például nem értek egyet, mert szerintem ez tipikusan a két csoportnak az egymás ellen irányú lázítására vonatkozik. Nóra, kérlek, mesélj egy pillanatra erről akkor. Csak azt hát van reagálni, hogy ez jól hangzik, hogy egy konzervatív is szeretné, hogy kevesebb családdömbeli erőszak legyen, vagy hogy ezzel minden jó érzésű ember egyetért, de hogy a realitása a nők elleni erőszaknak az, hogy egy hierarchikus viszony alapítja, vagy alapozza meg az erőszakot. Tehát, hogy amíg azt a fajta, tényleg szerintem méltányolható társadalmi nem definíciót nem fogadjuk el, hogy itt egy hierarchikus szerepberendezkedések vannak a társadalomban, addig nagyon nehéz lesz valójában küzdeni a nők elleni erőszak ellen, hiszen ezt a fajta ilyen alaptényt még nem sikerült ebben konszenzusra jutni. És ugye ez az, ami ilyen szempontból szerintem fontos lenne átmennie, hogy az isztambuli egyezmény, igen, nem a queer gender ideológia, de olyan szempontból egy fontos, hogy a gender szerepel benne, mert a nők elleni erőszak igenis nemi alapú, és a nőkkel kapcsolatos elképzelésekről, miszerint ők megérdemlik, gyengébbek, alávethetik őket a férfiak akaratának, ezek lényegi elemei annak az erőszaknak, ami a nőket éri. Tehát, hogy ilyen szempontból ezt szerintem nem lehet elmismásolni, és persze az is jól hangzik, hogy legyen edukáció meg ezzel kapcsolatban, de hogy annak mi a tartalma? Tehát, hogy az, hogy elmondjuk, hogy a családon belül erőszak probléma, az nem jelenti azt, hogy úgy mondjuk el, hogy az például egy osztályban, ahol fiúk és lányok vegyesen vannak, ott megfelelő érzékenységgel mondjuk el ezt például. Vagy hogy egy olyan közeget, tehát hogy egyszerűen mások, már a fiatal lányok élményei is mindezzel kapcsolatban. Tehát, hogy szerintem megint csak az van, hogy ez jól hangzik, hogy egyetértünk, hogy legyen felvilágosítás, meg hogy kevesebb nők elleni erőszak legyen, de abban szerintem így a kormány és a nőszervezetek között van egy bizonyos szempontból átidalhatatlan ellentét, hogy mi ezt azt, hogy a nők elnyomásának ez egy eszenciális eleme, hogy ők társadalmilag alárendeltek, és hogy az erőszak ennek egy fenntartó eszköze, ezt nem fogja elismerni szerintem igazából minden jó érzésű ember, hiszen ez egy ideológiai belátás a társadalom működéséről. Na hát akkor így is szól a kérdés felé, Emília, hogy létezik ez, amiről a Nóra beszélt, és hogyha nem létezik, akkor mégis miért nem létezik a te megítélésed szerint? Ugye erről beszélgetünk most már egy ideje, hogy létezik-e különbség akkor ilyen szempontból, vagy hierarchikus rendszer létezik-e férfiak és nők között mondjuk. Én tudom, akkor lehet, hogy ez a nagyon liberális megközelítés, de én azt mondom, hogy jelenleg jogilag nincsen különbség férfi és nő között, és nem is ér senkit hátrányos megkülönböztetés azért, mert nő, vagy azért pozitív megkülönböztetés, mert férfi. És én nem hiszek ebben az egész hierarchikus, ma már nem Bocsás, hiszek ebben a berendezkedésben. Nem belakadom folytani a szót, csak hogy szerintem itt most nem a jogi megítéléséről van szó a kérdésnek, hanem kifejezetten ezekről a társadalmilag determinált, anyagi különbségek okán determinált, kulturálisan determinált aspektusokról. Tehát, hogyha ezt a jogi megítélést most így félre is tesszük, arról a részéről mit gondolsz, amiről a Nóra utalta az előzőekben? Ami kifejezetten ezeket a fajta különbségtételeket vizsgálja, és ezeket a fajta különbségtételekben azonosítja be a nőket, mint olyan társadalmi csoportot, amely a férfiakhoz viszonyítva ezeken a területeken súlyos, strukturális hátrányokat kénytelen elszenvedni. Tehát nem tudom, próbálom már máshogy fogalmazni akkor meg, hogy én nem látok igazán... Próbálom úgy, hogy...
Az, hogy van egy társadalmon belül egyenlőtlenség, nem fogok nagy újdonságot mondani, szerintem az egy természetes dolog. És az ellen nem feltétlen kell társadalom mérnökösdit játszani, hogy ezeket mindenféleképpen kiegyenlítsük. Most itt nem csak a nő és férfi különbségre gondolok, hanem bármilyen más, másmilyen társadalmi különbségekre. És akkor nekem ez az alapvető kiindulásom a gondolataimnak, ez az alapja. És az, hogy egy társadalmon belül egy férfi meg, hogy vannak férfi szerepek, meg vannak női szerepek, az megint csak egy olyan, hogy egy alapvetés, hogy vannak férfias dolgok, meg vannak nőies dolgok. Nekünk arra kell törekednünk, hogy jogilag senkit ne érjen hátrány, vagy egy munkahelyen ne érjen valaki diszkrimináció csak azért, mert nő. És én azt látom, hogy ebben az irányban jól teljesítünk, és jól haladunk, bár még mindig nem tökéletes, tehát hogy szerintem is lehetne még javítani a rendszeren, és ez célja is kell, hogy legyen akár a magyar kormánynak, vagy a civil szervezeteknek, hogy javítson ezen az egyenlőtlenségen, hogyha még van ilyen, de én nem látom ennyire szembetűnően nagy problémának ezt. Nóra, kérlek, hogy erre reagálj, és egy picit arra is kérlek, hogy térjél ki, mert szerintem ez egy nagyon fontos kérdés, hogy miért nem magától értetődő, hogy ezek a szerepek léteznek, illetve hogy ezek a szerepek nem a természeti törvények alapján jöttek létre, illetve hogy mit lehet mondani ezeknek a szerepeknek a dekonstrukciójáról. Tehát ugye most hosszan vitatkoztatok arról, hogy akkor ennek most jogi aspektusai vannak, vagy anyagi aspektusai vannak, de mit lehet elmondani kifejezetten ezekről a kulturális aspektusokról, amikre az Emília utalt, hogy vannak nőiesebb, vagy vannak férfiasabb tulajdonságok, vonások és így tovább. Mit tudsz elmondani, miért gondolod azt, vagy miért állítottad azt az egyik korábbi megszólalásodban, hogy ezek így ebben a formában egyébként szintén az elnyomás struktúrájának az eszközei vagy lecsapódásai? Hát alapvetően azt gondolom, hogy a nőies és a férfias, ez egy olyan bináris opozíció, mint a jó és a rossz, bizonyos szempontból hierarchikus viszonyban állnak egymással, olyan fogalomtársítások kapcsolódnak hozzájuk, amik szerintem arról, amik értékítéletet vonnak magukban. Tehát nagyon sokszor azt, amit értékesebbnek és fontosabbnak tartunk, azt férfiakkal azonosítjuk, vagy fordítva, a férfiak által megvalósított társadalmi teljesítményt nagyobbra értékeljük. Tehát, hogy itt van ez a fajta ilyen viszony, amikor a férfiakat hamarabb gondoljuk vezetőszerepbe alkalmasnak, a férfiakról azt gondoljuk, hogy amikor valamilyen viselkedést megosztanak, akkor kiállnak magukért, a nők viszont, nem tudom, hisztiznek. Tehát, hogy itt van egy csomó ilyen értékítélet, amik nemi alapon átszövik a társadalmunkat, és alapvetően a nőket hátrányíri nagyon sok szempontból, amikor kilépnek a nőktől elvárt szerepükből. Ugye tehát nem arról van szó, hogy minden egyes nő folyamatosan megvalósítaná a tőle elvárt szerepeket, pontosan azt lehet látni, hogy a nők egy ilyen ambivalens szerepben vannak legtöbbször, senki sem a tökéletes családanya, szexuális partner, és nem tudom micsoda egyben. Tehát, hogy amikor látszik szerintem az elnyomás, az amikor nők azt mondják, hogy bizonyos dolgokat nem valósítanak meg. Tehát mi történik akkor, hogyha valaki azt mondja például, hogy nem lép heteroszexuális kapcsolatba a férfiakkal? Mi történik akkor, hogyha egy nő azt mondja, hogy nem szeretne gyereket? Hogyha azt gondolja, hogy egyedül lenne, hogyha a munkája fontosabb neki. Tehát, hogy ekkor szerintem látszik az, hogy a társadalom részéről van egy ilyen kontroll, ami alapvetően negatív élményei vannak a nőknek nagyon sokszor, hogyha felszólalnak férfiakkal szemben, hogyha például nagyon sokszor van ezt a randi erőszaknak szokták nevezni, amikor nők, a férfiak elvárják például, hogyha vesznek egy italt, vagy meghívják valamire a nőket, akkor utána valamiféle ilyen szexuális ellenszolgáltatást várnak el. Mi történik akkor, hogyha egy nő ezt nem biztosítja? Nagyon sokszor erőszak rá a válasz. Tehát, hogy szerintem ez, amilyen társadalmilag, amit például nem is feltétlenül látjuk minden egyes nap, mert tényleg nagyon sokszor csak reprodukáljuk a belénk nevelt vagy társadalmi struktúrákat, de hogy szerintem ezt érdekes látni, mi történik akkor, ha valaki kibeszél, felszólal, stb. És hát azt látni, hogy jelenleg szerintem továbbra is a nők a helyükre vannak utasítva, hogyha eltérnek, szignifikánsan eltérnek az ideáltól. De mi ebben a kormányzatnak a megkülönböztetett felelőssége? Ugye hogyha most az Emilia majd mindjárt reagál rá, de mondjuk bárki más, aki mondjuk kormányzati oldalról nézi a műsort, mondhatja azt, hogy kérem szépen, ezek a társadalmi normák léteznek, nem mi hoztuk őket létre, mi megpróbálunk egy ilyen
elkerülendő a kényszerfelvilágosult pozíciót, nem ráerőszakolni új normákat és mintákat a társadalomra, még akkor is, hogyha esetleg ezeknek van morális igazolhatósága, mégis azt látjuk, hogy nekünk nem az a feladatunk, hogy ilyen szempontból formáljuk, vagy alakítsuk, vagy neveljük a társadalmat, hanem az a feladatunk, hogy az együttélésnek a különböző kereteit biztosítsuk, és éppen ebből a szempontból következik az egyezmény ezen rendelkezésein keresztül az egyezmény egészének az elutasítása. Tehát, hogy mi ebben a kormányzatnak szerinted a megkülönböztetett felelőssége? Hát igen, itt volt korábban egy referencia a Hayekre, hogy nem szabad a társadalmat mérnökösködni, meg tervezni. Hát, hogy ugye alapvetően minden egyes kormányzatnak vannak implicit, meg explicit társadalompolitikai céljai és módszerei. Alapvetően a Fidesz is látható, hogy a családok támogatásának bizonyos formáin keresztül, a csok, stb. Tehát, hogy itt van egy olyan a négy gyerekes nők SZIA mentessége, tehát hogy van egy ilyen nagyon, nagyon egyértelmű irány azzal kapcsolatban, hogy ha bizonyos dolgokat megteszel, nem tudom, középosztálybeli nagycsaládos vagy, akkor ezt kifejezetten értékeljük, akkor te a magyar társadalomnak egy értékesebb tagja vagy. Gyakorlatilag ez ki van mondva. Szerintem igazán egyébként szerintem felháborító az is, hogy a különböző gyerekeket máshogy értékeljük, tehát hogy mást ér egy második gyerek, meg egy harmadik gyerek, ha már, tehát hogy az egyenlőtlen kezelés az igazából benne van a Fidesz politikájában is, nem mindenki ér nekik ugyanannyit. Tehát ebből a szempontból szerintem a kormány felelőssége az az, hogy akkor dönts el, hogy egyenlően szeretne kezelni mindenkit, nőket, férfiakat, minden egyes gyereket, vagy nem. És ugye látjuk azt, hogy egyébként nem, és akkor pedig jön a kritika szerintem ellenzéki oldalról, hogy nem értünk egyet az értékválasztásaival a Fidesznek. Azt gondoljuk, hogy egy alsóbb osztálybeli család ugyanúgy megérdemelni a támogatást, mint egy középosztálybeli. Ugye jelenleg a családi adókedvezmény a középosztálybeli családoknak nagyobb előnyt jelent, mint egy alsó osztálybeli családnak. Azt gondoljuk, hogy van egy ilyen alapvető fenntarthatatlansága esetleg például annak a lakáspolitikának, ami együtt jár a családtámogatással, az, hogy hiteleken és ilyen típusú dolgokon keresztül vonják be a családokat. Megint csak egy probléma, és nem mindenki számára elérhető. Tehát, hogy szerintem a kormányzati felelősség az egyértelmű, és egyébként a Fidesz ebben szerintem nem hazudik, használják a kormányzati eszközöket, a kérdés az, hogy mire használják. És szerintem abból a szemből jelenleg egyszerre mondják azt például egyébként a nőknek is, hogy szüljetek, de a Fidesz politikájának nagyon, ugye ez a munkaalapú társadalom megint csak egy másik ideológiai alappillére, és ebből a szempontból van ugye egy feszültség. A nőktől egyszerre várják el, hogy dolgozzanak, és legyenek családanyák is, ami egy elképesztő teher. Tehát, hogy szerintem, nem tudom, számomra egyértelmű, hogy itt nagyon durván egyébként a nők segítése helyett bizonyos számomból pont, hogy extra terhek kerülnek rájuk jelenleg is. Na, akkor erre mindenképpen reagálj, kérlek, Emilia. Tehát mondta, hogy szerinted ugye arra hivatkoztál, hogy az a fajta társadalommérnökösködési követelés, amit megfogalmaznak az egyezmény támogatója, az idegen a kormány politikájától. Most viszont a Nóra Hippalnak adta bizonyítékát, hogy igenis zajlik egy ilyesfajta tevékenység is a kormányzat részéről, igenis kijelöli azokat a prioritásokat, kijelöli azokat a kedvezményezett társadalmi csoportokat is, amelyeket erőteljesen támogat, kiemel és ilyen szempontból megerősít, míg másokat egyébként nem. Tehát, hogy mennyiben autentikus, vagy ha még inkább így mondanám, őszinte az, ahogyan a kormányzat mondjuk elutasítja a ratifikációját az isztambuli egyezménynek ezekre a kulturális aspektusokra hivatkozva, és nem volna egyébként tisztességesebb és őszintébb ilyen szempontból politikailag nyíltabb azt mondani, hogy ez egész egyszerűen nem vág egybe azzal a társadalom felfogással, amit mi próbálunk működtetni, és nem vág egybe azzal a politikával, amellyel mi a saját társadalmi bázisunkat próbáljuk megerősíteni és kedvezményezetté tenni. De valahol ez történt, amikor azt mondta, hogy a gender ideológiát nem akarja bevonni a magyar társadalomba, nem? Vagy, tehát amikor azt meg amiről még mindig nem beszéltünk, de hát ha majd szóba kerül még ez a menekültes része az egésznek, ami szerintem egyértelműen szembe megy azzal, amit a magyar kormány képvisel például a menekült politikában, majd legalábbis nyit egy olyan kiskaput, ami talán veszélyes lehet a magyar menekült kezelésre való tekintettel. Én egy kicsit arra utalnék vissza, hogy
Az, hogy Magyarországon nem ér, szerintem senkit nem ér negatív megkülönböztetés, talán társadalmi szempontból, meg társadalmi megítélésben az egy, ugye ez egy nehezebben megfogható valami, de például kormányzatilag, meg akár gazdaságilag nem ér senkit megkülönböztetés negatív irányba, azért, mert mondjuk nem vállal a gyereket. Viszont pozitív irányba, viszont lehet őket kedvezményekkel ösztönözni arra, hogy a kormánynak megfelelő családmodell alakuljon ki, ugye az a célja, tehát van egy nem titkolt célja a kormánynak, az az, hogy elérjük ezt a teljes termékenységi arányszámban a 2,1-es számot, ez azt jelenti ugye, hogy egy nőre 2,1 gyerek szülessen, vagy egy 2,1 gyerek jusson az élete során. Ugye ez az ilyen álomszám, vagy legalábbis mindig ezt szokta a miniszterelnök úr is mondani, hogy ezt kéne elérnünk, ez ugye azért nyugat-európai országokban mind 2 alatt van, tehát hogy ez egy ilyen, ezt úgy tudom mondani, hogy ez egy ilyen messzi cél, és akkor az összes ehhez készült stratégiát, meg döntés, meg törvényeket, meg kedvezményeket, azokat ahhoz hoz meg, hogy ezt a célt mondjuk elérhessük, és akkor egy ilyen még hosszabb távon, hogy a magyar nemzet ugye fennmaradhasson. Ez most egy nagyon, nagyon ilyen, tehát ilyen szépen hangzó, meg hogy ez ilyen hosszú távú stratégiákról beszélek, de hát ugye valószínűleg ez egy politikai struktúrának a lényege. Jó, rendben. Igazából szerintem a vitánk nagyjából a végére értünk. Egy záró gondolatot szeretnék kérni mindkettőtöktől, és mivel a vitát azt az Emilia kezdte, jól mondom, igen, most a zárókört is az Emilia fogja kezdeni, és akkor a zárszó a Nóránál lesz. Tehát összességében azt szeretném, hogyha elmondanátok a nézőinknek, hogy alapvetően mit gondoltok most azzal, hogy nem került ratifikálásra az egyezmény, mit várhatunk kifejezetten a nőket érő erőszakcselekmények és különböző megkülönböztetések kapcsán, hogyan fogja garantálni a kormányzat az áldozatvédelmet, illetve az áldozatta válás megelőzését hogyan fogja elősegíteni, és hogyha ez elmarad, annak mik lesznek a társadalmi következményei a ti megítélésetek szerint, és akkor elsőként Emiliánál a szó. Azért úgy gondolom, hogy azt, hogy az isztambuli egyezményt nem ratifikáljuk, a világ nem fog összedőlni. Talán az, hogy most egy ilyen párbeszéd elindult, akár közöttünk, akár egyébként a közéletben, az egy fontos dolog, mert legalább beszélünk róla, legalább szájon forog a téma, és beszélünk a családon belüli párkapcsolati erőszakról, vagy a nők elleni erőszakról. Reménykedek benne, hogy akár az isztambuli egyezménybe, vagy bármilyen más jó gyakorlatot, akár másik országokból át tud emelni a kormány a saját politikájába, és hoz még meg esetleg szigorító intézkedéseket, bár azt már kiemeltem, hogy BTK szinten nem látom feltétlen szükségességét. Talán ezt tudom mondani, hogy ne engedjük el a témát, meg fontos róla beszélni, és hogyha beszélünk róla, meg szintéren van, illetve akár a magyarországi civil szervezetek is foglalkoznak vele, és javaslatokkal élnek, hogy miket kellene bevezetni, akkor örülnék neki, meg én azért hiszek egy olyanba, hogy mondjuk működhet egy ilyen párbeszéd a kormány meg a civil szervezetek között, és az is egy szuper lenne, hogyha meg tudná fogadni azokat a tanácsokat. Úgyhogy én így nagyjából nem vagyok borulátó. Tudom, ez egy kicsit ilyen marci, már látom a mosolyt az arcodon, de hát ez van, szerintem még fiatalok vagyunk, ilyenkor még lehet az ember kicsit idealista, meg naív, úgyhogy én abban reménykedek, hogy talán lesz ennek pozitív hozadéka, hogy most beszélünk a témáról. Én örülök neki, hogy nem fogadtuk el, és nem ratifikáltuk az isztambuli egyezményt. Nagyon szépen köszönöm. Reménykedni én is maximálisan reménykedem benne. Nóra, neked, nálad van a végszó, tessék. Hát nyilván én azt gondolom, hogy jobb lett volna, hogyha ratifikáljuk az isztambuli egyezményt, ettől függetlenül remélem, hogy a ratifikáció nélkül is megtörténnek valóban a bevezetései ennek az egyezménynek azon elemei, amikre égető szükség lenne. Nem is feltétlenül megint csak a jogrendszert emelném ki, hanem azt a fajta ilyen forrás újraelosztás, amit szintén szükségessé tett volna ez az egyezmény. Itt az új intézmények létrehozásáról, a bántalmazott nők számára, a különböző segítőszervezetek számára források biztosítására szükség lenne. Tehát ebből a szempontból én azt gondolom, hogy a magyar nők helyzete nem attól lesz rosszabb, hogy nem vezetik be az isztambuli egyezményt, hanem hogy a Fidesz nem tesz megértük nagyon is szükséges dolgokat. Nem csak a bántalmazott nőket nem segíti, de hogy szerintem általában is igazából a magyar nők számára a Fidesz
bizonyos szempontból elérhetetlen elvárásokkal fordul feléjük. Egyszerre várja tőlük, hogy gyerekekről gondoskodjanak és helytálljanak a munkaerőpiacon, folyamatosan egy olyan munkaerőpiacon, ahol nem biztosít számukra elég segítséget. Tehát, hogy én alapvetően azt gondolom, hogy a Fidesz politikája az igazából elég súlyos társadalmi hatásai lesznek, és kifejezetten a nők elleni bántalmazás tekintetében most lett volna egy lehetőség, hogy haladást érjünk el, és ez nem fog megtörténni. Ehelyett a különböző ilyen kultúrharcos nyerészkedésre lett felhasználva az isztambuli egyezmény, ahelyett, hogy bevezették volna az igazán hasznos és praktikus előnyeit ennek. Jó, nagyon szépen köszönöm, itt most lezárjuk a vitát, de ígérem, hogy lesz még majd folytatása, ha nem is ebben a felállásban a témával biztos, hogy fogunk foglalkozni, és abban is biztos vagyok, hogy mindkettőtöket fogunk még majd vendégül látni a műsorban. Köszönöm szépen mindkettőtöknek, hogy itt voltatok, köszönöm szépen Schulz Nórának, a Szabad Budapest alapítójának, aktivistájának, a Cambridge Egyetem hallgatójának itt volt velünk. Szervusz Nóra! Sziasztok, köszi! És köszönöm szépen Vince Emiliának, a Fidelitas aktivistájának, a Pesti Srácok bloggerének, újságírójának, itt volt velünk. Szervusz Emilia! Köszi, sziasztok! Ez volt tehát a hét vitája, de a Partizán még nem köszön el erre a hétre. Holnap érkezik a Partizán Olvasóklub, amelyben David Foster Wallace Végtelen tréfa című kötetét olvassuk. A kötet egyik fordítójával Sipos Balázs lesz. Holnap reggeltől már elérhető. Kapcsoljatok be, ha eddig nem kapcsolódhatok volna be a közös olvasásba. Ha van bármilyen észrevételetek, kérdésetek az elhangzottakkal kapcsolatban, biztos vagy benne, hogy lesz, hiszen ez egy mindenkit érdeklő és mindenkit megosztó téma. De várjuk a reakciókat, kérdéseket itt a komment szekcióban lent is, amire tudunk, arra igyekszünk válaszolni is majd. Mindenképpen kövessétek a csatornát, kövessetek minket Facebookon is, illetve csatlakozzatok a Partizán társalgóhoz, a Partizán Facebook csoportjához, ahol ezt és a többi videó témáját is napról napra rendszeresen kitárgyaljuk a csoport tagjaival. Ha van lehetőségetek, akkor pedig kérlek, hogy szálljatok be a finanszírozásunkba a Patreon oldalunkon keresztül, ez itt lent megtalálható a linkben. Nagyon sokan szoktátok kérdezni, hogy lehet minket támogatni. Ez a formája a lehetséges támogatásnak. 1%-ot nem tudunk fogadni, a magyarországi alapítványunk jelenleg még bejegyzés alatt áll, ami most a vírushelyzet miatt ki tudja, meddig fog majd tartani. Ez az egyedüli legális formája annak, hogy a támogatásotokat kifejezzétek nekünk, úgyhogy kérlek, szálljátok rá magatokat, hogyha szeretnétek hozzájárulni a műsor finanszírozásához. Nem bonyolult, angol nyelvű az oldal, de nem bonyolult. Akár az angol nyelvet kevésbé értők is könnyen el tudnak találni rajta a megfelelő gombok segítségével oda, hogy végül egy kártya beregisztrálásával hozzájáruljanak a műsor finanszírozásához, tehát továbbra is a Patreon oldalunkat javaslom. Napi Partizánnal hétfő este 6 órakor érkezünk majd újra, mint ahogy mindig, úgyhogy munkatársaim nevében köszönöm szépen a megtisztelő figyelmet, én Gulyás Márton voltam, minden jót, ciao.